A családi napot minden évben megrendezik a szervezők. Idén is színes eseményekkel készültek a gyerekeknek és nevelő szüleiknek egyaránt. Új lenyomat készítéssel is megismerkedhettek a kiskorúak, valamint egy igazi rendőrautóba is beülhettek a nap folyamán. Mit fogtál? És már meg is volt. Szent Ágata Gyermekvédelmi Szolgáltató nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a különböző programok mellett olyan szabadidős tevékenységet is biztosítson a nevelőszülőknek, náluk nevelkedő gyermekeknek, ami alkalmat arra, hogy együtt legyenek és egy kellemes napot együtt töltsenek. Úgyhogy a családi napoknak megyénként így a Tolna megyei nevelőszülői hálózatunkban is gyakorlat az, hogy minden évben megrendezzük ezt a családi napot. Közel 200-250 fővel vannak most is jelen, és ezen a helyszínen harmadik alkalommal vagyunk, és mindig nagyon jó idővel és programokkal tudtunk kedveskedni a gyerekeknek és a nevelőszülőknek. A családi napot a hálózat kollégái szervezik, az ő hatáskörük ezt megtenni a szakvezető vezetésével, és nagyon jól fogták össze a programokat, minden évben ez egy gyakorlat. Nagyon fontosnak tartjuk azt elmondani és a közüleim számára közvetíteni, hogy ezek a napok ilyen programú családi napok, és azt a célt is szolgálják, hogy ezt a nemes hivatást népszerűsítsük, megmutassuk, hogy mi ennek a munkának, tevékenységnek a szépsége, ne talán milyen kihívásokat jelent, hiszen nagyon sok olyan gyermek van, aki családjába kikerülve szeretne szerető nevelőszülői családba kerülni, és bizony nevelőszülői hálózatok azzal a problémával is küzdenek, hogy hogyan tudják azokat a nevelőszülőket pótolni, akik koruknál, egészségállapotuknál fogva esetleg kénytelenek befejezni ezt a nemes hivatást. Tehát mindig várjuk azokat az érdeklődőket, akik érdeklődnek, és mi szívesen tájékoztatjuk őket erről a szép hivatásról. Horváth Gyulánnénak 6 gyermek teszi boldoggá mindennapjait. 8 éve vagyok nevelőszülő. Nekem egy gyerekem van, egy lány, aki már felnőtt, és amikor ő elköltözött tőlünk, párja lett elköltözött, önálló életet kezdett, akkor én ezt így nem tudtam feldolgozni magamba, és én akkor 2005 óta dolgoztam a 8-as számú gyerekotthonban Szekszárdon, és én úgy gondoltam, hogy kutyaharapás szőrével kell gyógyítani, és az Isten akkor küldött egy 8 éves, nagyon aranyos kislányt a csoportunkba, és én akkor megfogalmazódott bennem, hogy nevelőszülő fogok lenni. Elmentem az 500 akárhány órás tanfolyamra, elvégeztem, és én ezt a kislányt hazavittem. Hát nem úgy, hogy hazavittem, tehát megkaptam. És vele kezdődött a nevelőszülői pályám. Most van 6 gyerekem, a legidősebb 17 éves, a legfiatalabb másfél éves, ebből 3 vérszerinti testvér, a többiek nem. És én úgy gondolom, hogy ahogy korban is úgy vannak, mint egy normál családban, hogy 17, 13, 10, 3, másfél év, így valójában olyan életet élünk, mint egy teljesen normál család. Próbálunk a gyerekeknek sok programot biztosítani, hogy ezekben az években, amit ott töltenek nálunk, hogy mindent maximálisan jól megkapjanak. Ebben az Ágota nagyon sokat segít, mert táborokkal, különböző rendezvényekkel, mint most ez a rendezvény is, meg táborokkal, olyan élményekhez juttatják a gyerekeket, amihez én nem tudnám. Tehát anyagilag nem engedhetném meg. Ez őnekik is egy nagy élmény, nekünk egy kicsi pihenés, amíg táborban vannak a gyerekek, mert azért nekünk ez a pihenés, mert azért akármennyire is szeretjük egymást, és akárhogy is, de azért 6 gyerek, akkor is csak 6 gyerek. És én itt teljesen meg vagyok elégedve, és én ezt főállásban csinálom. Nagyon örülök neki, hogy ezt választottam, mert ezzel úgy kiteljesedett az életem. Szülőnek lenni nagy kincs. Erről mesél Dombai Hanol Erika. Pont most augusztusban van az, hogy 5 évvel vagyok nevelőszülő, a férjemmel együtt elvégeztük a tanfolyamot. Első körben nekünk az volt az indok, hogy nekünk nem lehetett saját gyermekünk, és akkor találtunk rá a nevelőszülőségre. Gyerek van a háznál, ezt azok értik, akiknek nem lehet saját gyermekük igazából.
és maga az, hogy kiteljesedik a család. Itt nem csak a férjemmel ketten vagyunk, hanem igazából az egész család befogadta a gyermeket, mert nálunk egy kisfiú van, aki most volt 6 éves a nyáron. Nagyon sok nehézséggel küzdünk, de a szépség benne az, hogy látjuk az eredményt, és úgy szárnyal a gyermek, ami felülmúlhatatlan az érzés, amikor megkapjuk másoktól is, hogy mit csináltatok a gyermekkel, mitől lett ilyen, mik azok a dolgok, amerre mentetek, és nálunk nagyon nehéz volt tényleg. Másfél évesen ő még nem járt, nem tudott enni rendesen, de most meg már ott tartunk, hogy nagyon jó sportoló, még nem tartunk az iskolánál, még egy évig óvodában marad, de a pedagógusok nagyon sokat segítenek, fejlesztésekre járunk, állatterápiára, és a hálózatnál is rengeteg segítséget kapunk. A gyermekek a program keretein belül sokféle élménnyel gazdagodnak az évek során. 13 éve leszek itt a rendszerben. Hát nagyon sok, mert végül is ők elvisznek sokszor a Balatonra minden évben. Különböző programokra megyünk, akkor ugyanúgy itt már az Ágotában voltunk, Zalaszavarban, táborokban, különböző helyeken, itt is ugye Tolnám. Akkor ugye rajzpályázatok miatt is szoktunk menni. Mindig így támogatnak emiatt, hogy menjünk és csináljuk. Aztán most is mennünk kell majd a diátadóra emiatt, mert nyertünk valószínűleg. De nagyon szeretek itt lenni. 4 testvérem van, akik férszerintiek, a többi nem, de nagyon-nagyon szeretem őket is ugyanúgy. A családi kötelék nem csak a közös vérben nyilvánul meg, hanem az egymás iránti kölcsönös tiszteletben, szeretetben és elfogadásban.